az úgynevezett német elit. A Führer testőrsége. A fekete rend. A mítoszon túl a valódi SS. Tevékenységének következménye példátlan bűncselekmények sora. Reinhard Heinrich. Berlin, 1942. június 8-a. Vezető náci tisztségviselők jelennek meg az SS tábornok Reinhard Heydrich temetésén. Ő volt az egyik legkiválóbb nemzeti szocialista. A német birodalmi gondolat egyik legálhatatosabb védelmezője. Ellenségei ugyanakkor szőke szörnyeteg, vagy prágai mészáros néven emlegették őt. Alig két héttel korábban Hitler Csehszlovákiába kinevezett kormányzója munkába indult Prágába. Az út mentén orgyilkosok vártak rá. Volt egy éles kanyar azon az úton, amelyen nap mint nap végig autózott. Itt le kellett lassítania, ezért itt akartak tüzet nyitni rá. A támadók megállították az autót, de a fegyverük csütörtöket mondott. Ekkor úgy tűnt, hogy a merénylet kudarcot vall. Ahelyett, hogy elmenekült volna, Heydrich szembe akart szállni a támadókkal. A másik férfi ekkor kézigránátot hajított felé. A tettesek elmenekültek. Heydrich súlyos sérülésekkel maradt a helyszínen. Hitler véres bosszút esküdött. Szörnyű megtorlás következett. A cseh hírszerző szolgálat dolgozóinak többségét letartóztatták. Sokat kivégeztek, és nevüket hangosan felolvasták a főutcákon. A németek két teljes falut töröltek el a földszínéről, noha az ott lakóknak semmi közük nem volt a merénylethez. A csehek Heydrich Jáda néven emlegették ezt a bosszú hadjáratot, melyben több mint 1000 ártatlan civil vesztette életét. A merénylők nem tudták, hogy nem csupán Prága náci kormányzójával végeztek, hanem az egész Európát érintő iszonyatos bűntett, a holokauszt egyik legfőbb szervezőjével is. Ő volt az európai zsidók végleges kiirtására irányuló titkos terv szülőatya. Karrier az SS-ben. Kiel, a német balti flotta anyakikötője. 1931. januárjában egy ifjú tiszt áll a haditengerészet hadbírósága előtt. A neve Reinhard Heydrich. A 26 esztendős hadnagyot azzal vádolják, hogy házasságot ígért egy fiatal hölgynek. Később azonban egy másikat jegyzett el. Bagatelügy, gondolhatja Heydrich, aki a tárgyaláson minden vádat tagad, sőt, ő kezd vádaskodni. Csak hogy a nőcsábász elszámítja magát. Szolgálatra méltatlannak bizonyul a haditengerészetnél. Ez lesz élete legnagyobb megrázkódtatása. Elbocsátása kulcsfontosságú eseménynek bizonyult az életében. Ezt azzal kompenzálta, hogy mindenben a legjobb akart lenni. Új menyasszonya kitartott mellette. A hölgyet Lena von Ostennek hívták. Lena az ország legészakibb régiójában, Holsteinben élt. Szülei állami tisztviselőkként dolgoztak, de elszegényedtek. Reinhard, akit addig nem érdekelt a politika, most új világba csöppent. Von Ostenék a lányukkal egyetemben hithű nácik voltak. Lena meggyőzte a vőlegényét, hogy próbáljon belépni az SS-be. 1931 nyarán Heydrich Münchenbe utazott, hogy találkozzon egy náci tiszttel.
akkoriban Heinrich Himmler egy kis létszámú alakulat a Schutzstaff felélén állt. Az SS, a Führer személyes testőrsége lényegében biztonsági szolgálatként működött. A becsvágyó Himmler azonban ennél magasabb célokat tűzött ki. A megvalósításhoz pedig éppen olyan ember kellett, mint az ifjú Heydrich. Reinhard Heydrich a náci tisztek mintapéldánya volt. Magas, szőke, kék szemű. A felsőbbrendű faj tökéletes megtestesítője. Himmler úgy tudta, hogy Heydrich hírszerző tiszt. Valójában csak rádiós kiképzést kapott, de ezt nem árulta el. Himmler az SS biztonsági szolgálata az SD élére nevezte ki Heydrichet, aki érzelemmentes, hideg, számító és kíméletlen ember hírében állt. Meg volt győződve saját tisztességéről és arról, hogy a helyes úton jár. Heydrich feleségével együtt egy müncheni kis villába költözött. Magával vitte az SD mindössze 33 fős csapatát. Az egykori haditengerész tiszt nagy terveket forgatott a fejében. Amikor a nácik 33-ban hatalomra kerültek, felcsillant a lehetőség. Bajorországban az SS vette át a rendőrség irányítását, és Heydrich lett a politikai osztály vezetője. Ez döntő lépésnek bizonyult. Német nemzetünk! A német nép győzni fog! Heydrich ültethette át a nácik céljait a gyakorlatba az államaparátus támogatásával. Az ekkor mindössze 30 éves férfi már saját hatóság felett rendelkezett. A következő esztendőben a porosz titkos rendőrség élére került. Heydrich egybeolvasztotta a pártot és az államot, az SD-t és a rendőrséget. Ez lett szokatlanul gyors felemelkedésének kiinduló pontja. A nemzeti szocialisták irányítása alatt a rendőrség hamar átvette a náci ideológiát és a rasszizmus koncepcióját. Ennek megfelelően különleges erőszakszervezetté alakult át. Félelem és erőszak. E kettő segített megszilárdítani Hitler hatalmát. Azok, akik ellenálltak, súlyos következményekkel szembesültek. Heydrich kétarcú rendszert formált. Kifelé a törvény és rend látszatát erősítette, emögött azonban ott húzódott az önkény és az erőszak feneketlen mélysége. Hermann Laubs ilyen a rezsimet kritizáló szórólapokat terjesztett titokban. Azt mondtam magamban, a nácikat persze nem ezzel fogjuk legyőzni, de így talán eljuthatok néhány emberhez, akiknek az agyát már nem lehet tovább mérgezni. Laubs ilyen nem került el sem a letartóztatást, sem az SS-t. Levittek a pincébe. Odalent körülnéztem, és az jutott eszembe, itt senki sem hal meg, bárhogy is üvöltözöm. Két SS katona lépett a cellába lovagló ostorral a kezében, és azonnal nekem esett. Csak arra tudtam gondolni, hogy ki kell bírnom, előbb-utóbb elfáradnak. Valóban így történt, csak hogy két újabb SS legény jött, és kezdődött az egész előről. Heydrichnek nem voltak aggályai. Legyen szó a politikai ellenfelekről, vagy a párton belüli állandó politikai játszmákról. Hideg hatékonysággal és feltétlen engedelmességgel tette a dolgát. Az ő emberei készítették elő az SA vezetése elleni merényletet, a Röhm puccsot. Miután végeztek a halállistával, 1934-től már nem az SA barna ingesei, hanem az SS fekete egyenruhásai testesítették meg a náci államhatalmát. Az 1934-es pártkongresszuson az SS megújította a szövetségét Himmlerrel és Heydrichel. Nagy dicsőség volt ez, kiváltképp Heydrich számára.
Ez ösztönzőleg hatott Heydrichre. Ő nem állt a kezdetektől fogva Adolf Hitler mellett. Talán valamilyen kompenzációs vágy, vagy a későn megtértek radikalizmusa hajtotta őt. Karrieristaként azért küzdött, hogy elfeledtesse a haditengerészettől való elbocsátás szégyenét. Heydrich idővel egyre erőteljesebb, fanatikusabb és radikálisabb lett. Nem az a fajta ember volt, aki képes lazítani, aki könnyedén társalog. Egyesek szerint gépiesen tette a dolgát. Ugyanakkor az általa írt művekből az is kiderül, hogy foglalkoztatta az ideológia. Szélsőséges és dogmatikus gondolatai voltak. Heydrich azt írta, ha igazolni akarjuk alapelveink helyességét, a legjobbnak kell lennünk minden téren. Ő e szerint élte az életét. A sportban sem volt ez másképp. Heydrich vívott, emellett vitorlázott, lovagolt és öttusában is kipróbálta magát. Mindez tökéletesen illett az ideális náciról alkotott képbe. Az SS folyóirata a fekete hadtest mintasportolóként mutatta be őt. Heydrich lett a náci korszak sztárja, akit sokan a háború után is lelkesen csodáltak. A sport révén sikerült keményi és álhatatossá válnia. Ha nem így tett volna, és olyan elpuhult lesz, mint mások a párt vezetői közül, akkor semmire se jutott volna. A kirakatba állított sportoló azonban híres volt arról, hogy rosszul kezeli, ha legyőzik. A hidegvérű gyilkos a magánéletben jóval gyengédebb arcát mutatta. Lena 1933-ban adott életet a fiúknak, aki után még három gyerek született. A boldogság pillanatai voltak ezek a felsőbbrendű faj eme képviselője számára. Heydrich 1937-ben vett egy kis házat a berlini Schlachtensee partján. Ekkor 16 000 birodalmi márkát keresett évente, juttatások nélkül. Ez mai áron mintegy 110 000 eurónak felel meg. Kifizetődő volt Hitler elit csapatához tartozni. Ráadásul a hölgyek körében is mindig osztatlan sikert aratott. Igazi hőstípus volt, a nők rajongtak érte. Ez a sármos, kiváló társasági ember mindenkit levett a lábáról. Műveltsége és olvasottsága sok fiatalnak követendő példa volt. Azt mondták, mi is szeretnénk ilyenek lenni. A rajongók azonban nem sejtették, hogy ez a hidegfejű stratéga időről időre nagyon is elengedte magát. A háború után az elfogott SS-esek tivornyákról, titkos viszonyokról és bordéllátogatásokról számoltak be. Annak ellenére, hogy a prostitúciót szigorú keretek közé szorították a harmadik birodalomban. Heydrich nem törődött ezzel. Az előkelő berlini bordéban, a Salon Kittiben az ő informátorai dolgoztak. Kompromittáló információkat gyűjtöttek össze magányos, külföldi vendégekről. A második emeleten lévő Kitty szalont az SD poloskázta be. A lányok az oldott légkört kihasználva igyekeztek kifaggatni vendégeiket. Eközben az alagsorban a biztonságiak hallgatóztak, hát ha elcsípnek valami fontos beszélgetést. Fáradozásaik azonban ritkán térültek meg. A német hírszerzés meglehetősen amatőr módon működött. Szakértelmük jóval alulmúlta a brit ügynökségekét, de az amerikaiakét is. Ahogy az a harmadik birodalomban gyakori volt, Heydrich tettei is inkább a látszatot szolgálták, mint a valóságot. Világméretű összeesküvés. ...1938. szeptemberében Nürnbergben rendezték a következő pártkongresszust. A rezsim szilárdan tartotta hatalmát, az SS minden ellenfelét eltávolította.
Heydrich hadnagyként kezdte, és mindössze néhány év alatt a tábornoki rangig jutott. Az SS díszkardját is kiérdemelte, melyet kizárólag Himmler személyes javaslatára ítéltek oda. Saját terepén megerősítette hatalmát, és most új ellenségkép után nézett. Elsősorban azért, hogy Hitler és Himmler szemében továbbra is hasznosnak tűnjön. A 30-as évek közepe óta foglalkozott egy számára viszonylag új témával, a judaizmussal és az állítólagos világméretű összeesküvéssel. A 20. század legnépszerűbb és legsúlyosabb következményekkel járó teóriájával. Az összeesküvés elméletek éppen a bennük rejlő paradoxonok miatt hatnak. Valaki azt akarja megtudni, mitől sikeresek a zsidók. Hogyan lehet ezt neki úgy elmagyarázni, hogy azért, mert mindenkire veszélyesek? Úgy, ha összefüggéseket állítunk fel. Ha azt mondjuk, a bolsevizmus és a kapitalizmus ugyanazon érme két oldala, és mindkettő a judaizmus bűne. A náci propaganda óriási gyűlöletet keltett Németországban. A szavakat hamarosan tettek követték. Minden zsidó veszélyes a német népre. Ezt súlykolta a sajtó és a filmgyártás. Még a vallásukat nem gyakorló zsidók is bajban voltak, hiába éltek nemzedékek óta Németországban. Ha az ösztönük megcsal, félrevezethet minket, és akkor hajlamosak vagyunk velünk egyenlőnek elfogadni őket. Ebben rejlik az óriási csapda. Ők mindig idegenek maradnak a társadalmunkban, hiába próbálják ide tartozónak mutatni magukat. A nácik ellenséges és rasszista szemlélete csak is egyféle következtetéshez vezethetett. Minden zsidó tűnjön el Németországból. Heydrich cselekedni akart. Ezért erőltette a zsidók emigrációját Palesztinába. Nemzeti szocialistaként cionista is vagyok, hangoztatta. Azok, akik nem kedvelik a cionizmust, azt mondják, a nácik cionisták, de ezzel a kifejezéssel óvatosan kell bánni. Heydrich ezen csak azt értette, hogy a zsidók közül jobban kedveli a cionistákat, mivel ők hisznek a zsidó nép egységében. És elfogadják azt a lehetőséget, hogy Palesztinába vándoroljanak. Az antiszemita SS tagjai a háttérben kapcsolatot tartottak zsidó aktivistákkal. Heydrich utasítására az SS embere, Adolf Eichmann, Palesztinába utazott, hogy tárgyaljon egy föld alatti zsidó szervezet, a Haganah képviselőivel. A közös cél az emigráció ütemének fokozása Palesztina felé. Csak hogy Eichmannt nem engedték a brit ellenőrzés alatt álló Palesztina földjére lépni. A kényes találkozóra végül Kairóban került sor. A tárgyalásokon a németországi zsidóság Palesztinába költöztetéséről volt szó. A lehetőség mindkét oldalon nagy érdeklődést keltett, de az együttműködésből nem lett semmi. Ebből is látszott, hogy Heydrichet és az SS-t egyáltalán nem érdekelte, hogyan tűnnek el a zsidók Németországból, kinek a segítségével. Egyetlen cél lebegett a szemük előtt, minimálisra szorítani a zsidóság létszámát bármi áron. Heydrich antiszemitizmusára hamarosan másutt is szükség lett. 1938. márciusában Hitler megszállta a szülőhazáját, Ausztriát. Sok osztrák lelkesen fogadta az úgynevezett Anschluss-t, vagyis országa területének a német birodalomhoz csatolását. Mire az SS első német alakulatai bevonultak Ausztriába, addigra Heydrich már összeállította az ellenlábasok listáját. A politikai riválisokat letartóztatták. Az osztrák zsidóság is rögtön célkeresztbe került. Sok helyen pogromszerű támadásokat intéztek ellenük. Ez már túl sok volt Heydrichnek. Ő az antiszemita indíttatású erőszakot inkább titokban művelte, nem a világ szeme láttára.
Bécsbe küldte Eichmannt, aki új stratégiával állt elő. Meg kell győzni a zsidókat arról, hogy emigráljanak, és ki kell fizetni a hazájuk elhagyása kapcsán felmerülő költségeket. Az SS számára a legfőbb problémát az jelentette, hogy sok állam már meghatározta a maga kvótáját. Ezek az országok nem akarták elszegényedett zsidók tömegeit fogadni. A probléma Berlinben is szóba került. A Göring által vezetett repülésügyi minisztérium épületében az 1938. november 12-én tartott megbeszélésen Heydrich felfedte tervét. A cél az, hogy felgyorsítsák a zsidók kivándorlását, akár úgy, hogy fedezik a költségeiket. Göring az ország második számú vezetője lelkesen fogadta a felvetést. Heydrich lett a zsidó politika első számú felelőse a náci rezsimben. A rasszista témákkal kapcsolatban Heydrich előállt még egy ötlettel. A zsidóknak megkülönböztető jelölést kellene viselniük. Az elképzelést néhány év múlva valóra is váltották. Heydrich irányítása alatt az SS lett a zsidók kényszerű emigrációjának mozgatórugója. A háború kezdetéig mintegy 350 ezer zsidót indítottak útnak Németországból. Ezt a nácik egyértelmű sikernek könyvelték el. Munkaidőben kíméletlen agresszor, azon kívül kultúra kedvelő piperkőc. Ilyesmi egyáltalán nem volt szokatlan ekkortájt Németországban. Sok magasrangú nácihoz hasonlóan Heydrich is imádta a germán kultúrát. Zenét hallgatott, főként Beethoven és Bach muzsikáját, szépen hegedült. És még aznap megöletett 50, 100 vagy 1000 embert. Ez nem jelentett feloldhatatlan ellentmondást az SS vezetői számára. Nekik egyszerűen így teltek a hétköznapjaik. Heydrich zeneszerető család sarja és képzett művész volt. Ifjú kadétként előfordult, hogy a feletteseinek hegedült. A későbbiek során bajtársait is többször lenyűgözte tudásával. Azt hiszem, a hegedű leginkább a barátja volt. Segített neki abban, hogy elbírja a feladat súlyát, amelyet el kellett végeznie. Ha bármikor, bármilyen problémája akadt, csak elővette a hangszerét és játszani kezdett. A feladat súlya az ő esetében mások terrorizálását és üldözését jelentette. Emellett azért jutott ideje másik nagy szenvedélyére, a sportra is. Heydrichet vonzották a hegyek. Az össznémet alpesi síbajnokságon például a győztesekkel fényképezkedett. Ugrás a mélybe. Hajnali 5 óra 45 perc óta viszonozzuk a tüzet! 1939. szeptember 1-e. Lengyelország lerohanása fordulópont volt Heydrich karrierjében. Hitler győzött, és Danzig megtért a birodalom keblére. Csak hogy valójában Lebensraum, azaz élettér szerzése állt a háttérben. A Hitlerrel lengyel földre utazó Heydrich pontosan tudta ezt. Himmler vagy Heydrich előtt Hitler világosan beszélt a szándékairól. Nem érdekelte, hány lengyel fog meghalni. Semmiféle együttérzést nem tanúsított. A harcoló alakulatok mögött az Einsatzgruppék, azaz a bevetési csapatok vonultak. Feladatuk? Elsöpörni az elitet. Heydrich ismét halállistákat gyártott. Brutális mészáros volt. Hidegvérű tömeggyilkos. Gond nélkül összeírt több ezer nevet, aztán azt mondta az embereinek, keressétek meg őket és végezzetek velük. A keleti gyilkosság sorozatok koordinálására 1939. szeptemberében új intézményt hoztak létre Berlinben, Heydrich vezetésével. A Birodalmi Biztonsági Főhivatalt. Az SS-nek ez az ügynöksége mozgatta a szálakat otthon és
külföldön is. Heydrich rendszeresen kivezényelte az embereit, hogy gyilkosságokat hajtsanak végre. Az Eichmann irányítása alatt álló zsidó ügyek részlege különösen hírhedtté vált. A keleti reorganizációnak fontos eleme volt a zsidó lakosság fölötti maximális kontroll megszerzése. Heydrich utasítására létrejöttek az első lengyelországi gettók. Majd a lakóknak már a Dávid csillagot is viselniük kellett. Heydrich az irányítása alá akarta vonni a teljes zsidó népességet. Tudni akarta, hol élnek, mégpedig azért, hogyha eljön az idő, könnyebben végrehajthassa a velük kapcsolatos terveket. Másként fogalmazva, a gettósítás fontos előkészítő lépés volt a holokauszt felé vezető úton. A háború a nyugati fronton is folytatódott. A németek legyőzték a franciákat. Heydrich a zsidó kérdés megoldásán dolgozott. Lengyelország megszállása után ugyanis a német érdekeltségű területeken megsokszorozódott a zsidók száma. Mihez lehetne kezdeni velük? Felmerült, hogy a teljes zsidóságot a francia gyarmatra, Madagaszkárra deportálják. Franciaország elfoglalása után ez a terv megvalósíthatónak látszott. Azért erre a szigetre, mert messze van mindentől, elzárt, és az éghajlata is kellemetlen. Itt biztosítani lehetett volna azt, hogy a zsidók élete a kitelepítésük után se legyen könnyű. Az ötlet hosszú ideje foglalkoztatta az antiszemitákat. Heydrich konkrét terveket dolgozott ki, szoros együttműködésben a külügyminisztériummal. Aztán arra hamar rájöttek, hogy mivel Angliával is hadban állnak, nincs elegendő szabadhajójuk. A Madagaszkár terv gyors megoldást ígért, de hamar hanvába halt. Akkor mi történjen az európai zsidósággal? A döntést elhalasztották. Amíg Hitler a Szovjetunió elleni háborút tervezte, Heydrich parancsot kapott a végső megoldás kidolgozására. Tájékoztatta az Einsatzgruppék vezetőit a feladatról. Szó esett a bolsevizmus és a zsidó ideológia elleni küzdelemről, de konkrét parancs nem hangzott el. Heydrich bízott emberei önállóságában. 1941. június 22-én kezdetét vette a Barbarossa hadművelet. A hadjárat célja az első pillanattól kezdve a teljes megsemmisítés volt. Heydrich harcolni is akart, vadászpilótaként. Azért, mert egyenruháján még egyetlen háborús kitüntetés sem díszelgett. Befolyásos személyiség, nagy hatalommal és csupasz zubbonnyal. Egészséges fiatalember volt, mégsem tudta megmutatni a közvéleménynek, hogy már szolgált a fronton. Ez rettentően zavarta őt. Az elismerés vágya annyira hajtotta, hogy a veszéllyel sem törődött. Repülőjét szovjet légelhárító lövedékek találták el a keleti fronton 41. július 22-én. A Messerschmitt úgy megrongálódott, hogy Heydrichnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a két front között. Egy német felderítő csapat szerencsére rátalált. Végül megkapta a Vaskereszt első fokozatát, melyet büszkén viselt. Ilyen egy tömeggyilkos hiúsága. Mindeközben a bevetési kommandók embervadászatra indultak keleten. Az első naptól kezdve halomra lőtték az áldozatokat, akik kezdetben szinte kizárólag a zsidó férfiak közül kerültek ki. Heydrichnek nem kellett folyton iránymutatást adnia. Emberei így is tették a dolgukat. Heydrich keze alá dolgoztak, és jelentették, mennyire sikerült eleget tenni az elvárásoknak. 1941. augusztusában a Wehrmacht bevonult a balti államok területére.
a zsidók innen sem menekülhettek. Libau kikötővárosában élt a 16 esztendős Fanny Zégel, egy szabó lánya. Korábban sosem tapasztaltunk antiszemita hangulatot. Egyházban laktunk nem zsidókkal és keresztényekkel. Persze sok német is élt Libauban. A német megszállás után minden megváltozott. A zsidókat egyenruhás németek és nekik lelkesen segítkező civilek terelték össze. Egy nap apám azzal jött haza, hogy látta, amint a tengerparton sírokat ásnak. Azt mondta, én azt hiszem, azok a mi sírjaink lesznek. Fanny apja kezdetben kénytelen volt együttműködni a németekkel, de ez sem védte meg őt. Néhány százan voltunk ott, amikor hirtelen új parancs jött. Minden férfit elvisznek. Apám elsírta magát, és nekem adta a karóráját. Pontosan tudta, hogy ez a vég. Érdeklődők figyelték a fejleményeket. Szigorúan tilos volt felvételeket készíteni. A Wehrmacht egyik katonája mégis filmre vett egy lettországi tömeggyilkosságot. Hamarosan már nőket és gyerekeket is kivégeztek. Elképesztő bűnöket követtek el a golyóval végrehajtott holokauszt során. Beindult egy tömeggyilkossági hullám, melynek elsődleges célpontjai a zsidók voltak, de akadtak más áldozatok is. Himmler és Heydrich figyelte az eseményeket. Attól tartottak, hogy az elkövetők soraiban megbomlik a fegyelem, és a túl sok szemtanú gondot okozhat. Az SD és a Gestapo irodáiból hálózat épült ki egész Európában. Senki sem menekülhetett az SS vasmarkából. A célkitűzés immár a napnál is világosabb volt. Egész Európa váljon zsidómentessé. Egyetlen zsidó sem élhette túl a háborút. Emberiesség elleni bűncselekmények. 1942. januárjában Heydrich konferenciára hívta a birodalom csúcsvezetőit. A berlini Wannsee városrészben tartott találkozón tisztázták a zsidó kérdés végső megoldását illető további lépéseket. A szálak egyértelműen Heydrich kezében futottak össze. Természetesen Hitler és Himmler inspirálta és támogatta ezt a politikát, de Heydrich tette meg a döntő lépést a radikális módszerek felé. A megbeszélésen Heydrich végül hivatalosan is bejelentette azt, amit a jelenlévők már régebb óta tudtak. A munkaebédnél tartottak. Korábban együtt reggeliztek és megbeszéltek néhány magától értetődő feladatot. A konferenciáról készített emlékeztetők alapján senkinek nem volt ellenvetése, amikor tájékoztatták. Ennyi meg ennyi millió zsidó él a különböző országokban, és mi mindet deportálni fogjuk. Lényegében ezt hozták a résztvevők tudomására, és ezen senki nem lepődött meg. Az Európából keletre küldendő zsidók számát gondosan rögzítették. Rájuk utolsó lehelletükig tartó munkaszolgálat, vagy azonnali halál várt. Az addig még meg sem szállt országok zsidóságát is számításba vették. A Wannsee protokoll szerint összesen 11 millió zsidónak kell eltűnnie Európából. Csehszlovákia megszűnt létezni. Heydrich állt a zsidó kérdés végső megoldását szolgáló folyamat élére, de ez nem volt elég neki. 1941-ben a Cseh-Morva protektorátus helyettes vezetője lett. 41. szeptemberében foglalta el új hivatalát a prágai várban. Bohémia és Morva ország. Így nevezték a németek Csehszlovákiát. Az országban működő nagy fegyvergyárak létfontosságúak voltak a harcok folytatásához.
A helyi lakosok ellenállására számítva, Heydrich már egy nappal a beiktatása után vészhelyzetet rendelt el a megszállt területen. Amint megérkezett Prágába, azonnal több száz cseh embert végeztetett ki. Ilyesmire semmi szükség nem volt. Még Hitler sem azért küldte őt oda, hogy efféléket tegyen. Heydrich a félelem és a terror eszközével serkentette hatékonyabb munkára a fegyvergyári dolgozókat. A végletekig kizsigerelte a hadipari létesítmények munkatársait. A Pézen is Koda gyár jelentős mennyiségű felszerelést gyártott, és 1945-ig a Wehrmacht igényeihez igazította a termelést. Heydrich zsidó ellenes politikája hozzájárult a Theresienstadt-i koncentrációs tábor felállításához is. Időközben a zsidó kérdés végső megoldása épp olyan fontossá vált a náci vezetők számára, mint a háború megnyerése. Theresienstadt eredetileg osztrák erődítmény volt, 39 óta pedig a Gestapo börtöneként működött. A rezsim ellen felszólalókat Heydrich parancsára ide hurcolták és itt hallgattatták el. ...1941-re az egész város részt hatalmas gettóvá alakították át. A propaganda szerint zsidóknak fenntartott békés idősek otthona valójában csak tranzitállomás volt a holokauszt képezetében. A Theresienstadt-i erődből haláltábor lett. Több mint 30 ezer rab halt meg itt. A testüket elégették. Eközben a Heydrich család megérkezett Csehszlovákiába, és hosszas tartózkodásra rendezkedett be. Egy vidéki luxusvillába költöztek, Prágától mintegy 20 kilométerre. A birtok korábban egy zsidó cukorgyár tulajdonosé volt. Most a zsidók első számú gyilkosa készült élni a 30 szobás kúriában. Heydrich felesége, Léna, úszómedencét szeretett volna a 70 hektáros kertbe. Theresienstadt kényszermunkásai meg is építették neki. Bohémia és Morvaország kormányzója egy kórházvonattal lepte meg Hitlert születésnapja alkalmából. A cseh nép nevében. Ezen kívül számos sikertörténetet is felvázolt a Führernek az országot illetően. Ezek nagy részét azonban eltúlozta. Hitler korábban Himmleren keresztül tartotta a kapcsolatot Heydrichel. Ő új pozíciójában arra számított, hogy közvetlenebb munkakapcsolatba léphet a Führerrel. Heydrich és Hitler talán 10-szer találkozott, vagyis nem mondanám szorosnak kettejük viszonyát. Persze Hitler tisztában volt Heydrich munkájának jelentőségével, és rendszeresen meghívta őt a zsidó kérdéssel foglalkozó megbeszélésekre. Heydrich Csehszlovákiában is napirenden tartotta ezt a kérdéskört. A keleti területeken létesített haláltáborok hálózatának kialakításában is részt vett. Ezekben másfajta módszeres népirtás zajlott. Ipari méretekben gyilkolták az embereket, gázkamrákban. A zsidófajt teljesen el kell tüntetni Európából! Belzec, Lublin közelében. 1942. márciusában itt kezdett működni egy új fajta tábor. Területe ma emlékhelyként látogatható. Belzec területe 6 hektárnyi volt, vagyis lényegében 3-4 futballpályányi. Az egyetlen téglából álló épület körül, a gázkamra körül, csupán fából összetákolt barakok helyezkedtek el. Egy vasúti sín is futott benne. Tehát itt egy haláltábor, amelyet a meglévő sínek mellé húztak fel. Az újonnan érkezőknek le kellett zuhanyozniuk a munkafelvétel előtt. Mindenki levetkőzött, átadta az értékeit, a nők haját leborotválták. Ezután szöges drótkerítések között terelték őket a fürdőhelyiségnek álcázott gázkamrákhoz.
Miután a gázok végeztek velük, a testeket kezdetben sekély tömegsírokba temették, később nagy kemencékben elégették. Az új kivégzési módszerről az egyik legelső beszámoló egy SS-tiszttől, Kurt Gersteintől származott. 1942. augusztusában Gerstein Lengyelországból utazott a birodalom központjába. A vonaton megismert svéd diplomatának beszámolt mindarról, amit Belzsecben látott. A gyanútlan zsidókat bezsúfolták a Dávid csillaggal díszített gázkamrába, amelyen ez állt. A Hakkenholt alapítvány fürdője. Valójában a gázkamra motorját működtető SS katonát nevezték Hakkenholtnak. Gerstein látogatásának napján a motor lerobbant, és ez kínosan érintette a tábor dolgozóit. Csak nem 3 órába telt, mire a gépet végre megjavították. Annyi zsidót tereltek be a szűk helyiségbe, hogy a halottak is mind állva maradtak. Egymásnak dőltek. Gersteint felzaklatta az, amit elmondott a diplomatának. Belzsecben egyetlen műszak alatt akár 1500 emberrel is végezhettek. A diplomata pedig úgy tett, ahogy arra kiképezték. Figyelt, bólogatott, és jelezte, hogy ezt jelenteni fogja. Valójában nem tudta, mit kezdjen az információkkal. Ma már tudjuk, hogy Gerstein igazat mondott. De az is érthető, hogy akkor a diplomata nagyon furcsállotta ezt a történetet. A jelentés minden esetre elkészült. Utána azonban nem történt semmi. A németek lényegében zavartalanul folytathatták a népirtást. Prágában Heydrich már is új terveket szövögetett. Az SS tábornoka a végső győzelem utáni német uralom alá került Európáról beszélt. A nagy német birodalom és Itália jelenti az európai rekonstrukciós törekvéseink kiinduló pontját és motorját. Minden egyes régió működését újra meg kell terveznünk. Heydrich arra készült, hogy a jövő Európájában a leginkább meghatározó szerep a germán fajnak jut. A helyi szláv népek legfeljebb rabszolgák lehetnek, akik 500-ig tudnak számolni, betűzve olvasnak, le tudják írni a nevüket, semmi több. Ennek megfelelően dolgozta ki a germanizációs politikát. A csehek majd asszimilálódnak, és szolgálják a felsőbbrendű fajt. Heydrich arra vágyott, hogy az ő kormányzása alatt álló terület például szolgáljon a germanizáció során. A protektorátus átszervezése része lett a nácik gigantikus tervének. A Lebensraum, avagy élettér elméletnek megfelelően germánokkal kell benépesíteni a kontinenst, hogy az új faj harcoljon a világhatalom megszerzéséért. Ez volt az úgynevezett általános keleti terv. Egy kész rémálom. Az általános keleti terv szerint nem csak a közép-kelet-európában élő népeknek kell eltűnni, hanem a kultúrájuknak és a történelmüknek is. 1941. decemberében Heydrich Prágában fogadta Hitler kedvenc építészét, Albert Speert. Közösen készítettek terveket a nagyváros háború utáni átalakításához. Az elnémetesített várost közúti gyűrű veszi körül, amely része a birodalmi autópálya hálózatnak. Egy új német kormányzati negyed, német egyetem és német stílusú operaház gondoskodna Prága germanizált jellegéről. Így lesz Európa új városainak mintapéldája. Heydrichet érdekelte a cseh történelem is. Átadták neki a korona ékszereket őrző kamra kulcsát. A középkorban készült, Wenzel által viselt korona kifejezetten lenyűgözte őt. Úgy hírlett azonban, hogy az uralkodói fejdísz elátkozott. Aki azt jogosulatlanul veszi magához, egy éven belül meghal. Máig vitatott kérdés, hogy Heydrich felpróbálta-e a koronát vagy sem. A
tömeggyilkos halála. 1942. májusában rendezték meg a Prágai Zenei Hetek eseménysorozatát a Wallstein palotában. Pillanatkép Heydrichről és feleségéről május 26-án este. Ez az utolsó fotó, amely a kormányzó életében készült. Másnap reggel Berlinbe és Párizsba indult. Délelőtt 10-kor búcsúzott el a családjától, mindig kíséret nélkül autózott. Meg volt győződve arról, hogy senki sem merne az életére törni. Ha másért nem, hát azért, mert azzal az ellenállás vezetői is tisztában voltak, hogy iszonyatos vérontás lenne a válasz. A cseh hadsereg száműzetésben lévő tagjait Angliában képezték ki. Önkénteseket készítettek fel különböző bevetésekre egész Európában. Köztük volt két fiatal katona, Ján Kubis és József Gabcsik is. Egy éles kanyarban megállították Heydrich kocsiját, majd kézigránátot hajítottak felé. Valaki odajött hozzám, és azt mondta, nemrég merényletet követtek el egy magasrangú SS parancsnok ellen a Liben nevű városrészben. Azt is megtudtam, hogy az illető súlyosan megsebesült. Fogalmam sincs miért, de nem merték elárulni, hogy kiről van szó. Persze, nem volt olyan nehéz kitalálni. A rendőrség a teljes városrészt lezárta és átfésülte, de az elkövetőknek nem akadt a nyomára. Ahogy ott álltam, lelki szemeim előtt láttam, ahogy a főváros vérbe borul. Nem is csupán Prága, hanem egész Bohémia és Morvaország is. Heydrich gyorsan kórházba került. Először úgy tűnt, felgyógyulhat. Ám egy héttel később meghalt. Nem a sebesülése volt halálos, a sebe fertőződött el. A náci Németországban nem volt elérhető antibiotikum, a szulfonamidok pedig nem voltak kellően hatékonyak. Heydrich rémes fájdalmak között halt meg. Prágában óriási tömegek rótták le a kegyeletüket Hitler kormányzójának holtteste előtt. A német nemzetiségűek közül sokan eljöttek, de csehek is akadtak szép számmal, azt remélve, hogy ezzel a gesztussal elfojthatják a nácik bosszú szomját. De hiába. Prágától nem messze, a földeltették egyenlővé Lidicét. A faluban élőknek akadt némi közük az ellenálláshoz, de ennél sokkal fontosabb volt az demonstrálni, hogy minden hasonló tettet ilyen brutális megtorlás követ. Lidice máig a csehek óriási traumája. 173 férfit a helyszínen lelőttek, 80 nővel és férfival később végeztek. A faluban élő gyerekek egy részét germanizálták, a többiek gázkamrában végezték. A németek 3 héten át kutattak a merénylők után. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy egy prágai templomban rejtőzködhetnek. Tudomást szerezve a hollétükről, az SS gyorsan lezárta a környéket, és körbevette a templomot. Rendőrök és SS katonák nagy létszámban rohanták meg az épületet. Az ellenállás 3 tagja elbarikádozta magát a galérián. Még ma is látszik a templomban a lövedékek és kézigránátok nyoma. A 3 harcos halálos sebet kapott. Nem sokára az is kiderült, hogy a templom kriptájában további ellenállók rejtőznek. A németek a prágai tűzoltókat vezényelték a helyszínre.
Gázt és vizet vezettek be a föld alatti helyiségbe, hogy kiűzzék onnan az elkövetők segítőtársait. Innen nem volt menekvés. Amikor a víz szintje emelkedett, egyértelművé vált, hogy a kínzást és a vallatást csak is egyetlen módon tudják elkerülni, ha végeznek magukkal. A férfiak hátravonultak az ősi temetkezési kamrába, és ott agyonlőtték magukat. Az SS egyenlőre győzelmet aratott. A cseh nép kollektív tudatában máig fontos helyet foglalnak el az ellenállás hős harcosai. A Heydrich ellen elkövetett merénylet a cseh identitástudat fontos eleme a 20. század történelmében. Sok embert kínoztak és öltek meg, ezreket küldtek koncentrációs táborba a történtek miatt. Mégis ez volt az a pillanat, amelyben a csehek jelezték, harcolni fognak, bármi legyen is az ára. Heydrich özvegye gyerekeivel együtt a kastélyában élt szinte a háború végéig. Soha nem tagadta meg a nemzeti szocializmust. A háború végén a tábornokok után járó özvegyi nyugdíjat kapott a szövetségi köztársaságtól. Mivel Heydrich a háború vége előtt halt meg, máig sem ítélték el az elkövetett háborús bűneiért. Prágában emlékmű áll ott, ahol a holokauszt végrehajtóját utolérte a végzet. Ő volt Hitler leghatékonyabb kivégző tisztje. A technokrata tömeggyilkos mintapéldánya, akit a gyűlölet, a karrierizmus és az elismerés vágya hajszolt egyre tovább.